Radikális változtatások történnek a fehérvári autóbusz menetrendben, mely augusztus 25-től lép majd életbe. Az átalakításra több százmilliós hiány és a korszerűtlenség miatt volt szükség, hiszen a jelenlegi menetrend 4 évtizedes. A volán komoly megtakarítást vár az új menetrendtől, csúcsidőben 76 helyett 56, csúcsidőn kívül pedig 54 helyett 23 autóbusz oldja majd meg a tömegközlekedést. A buszok új számtábláinak gyártása már folyamatban van, és megrendelték a digitális kijelzők átalakítását is. Ugyanakkor a menetrenddel együtt a legtöbb útvonal is módosul, több próbakört tettek már az új utcákban a buszokkal. A gépkocsivezetők képzése is elindult, ugyanis egy teljesen új vonalvezetésről van szó, több új megállóhely is szerepel ebben a rendszerben, és fontos az, hogy a gépkocsivezetők indulás előtt megismerjék ezt a rendszert. A menetrend háromféle járatfajtára tagolódik majd, így lehet majd a város teljes területén menetrend szerint közlekedő 9 törzsjárattal, az ipari parkok irányába tartó hivatásforgalmi járatokkal és az éjszakai buszokat kiváltó garázsjáratokkal közlekedni a városban. Miután több helyen az útvonal is más lesz, szükség van az új buszmegállók kialakítására is. Új városrészeket is tártunk fel, az egyik a Bregyóköz, Szentvender utca vonal, itt lesznek új megállóhelyek kialakítva, ugye a Nagyszombati út eddig autóbusz nélkül volt, itt is indítunk járatokat, így a Nagyszombati úton is kerülnek kialakításra megállóhelyek, illetve hogy a Fecskepart Felsőváros között nem volt eddig kapcsolat, itt is megállóhelyek fognak létesülni. Fontos megjegyezni, hogy a következő 3 hónap próbaidőszak lesz. Ez alatt a szakemberek továbbra is várják az utazók véleményét, amelyek figyelembevételével november végén véglegessé válik majd a menetrend. Augusztus 13-ától pedig további részletek tudhatóak meg az Alba Volán ZRT ingyenesen hívható információs vonalán. Ahhoz, hogy augusztus 25-én mindenki könnyedén elérhessen A pontból B-be, szükség lesz az új menetrend részletes átvizsgálására. Ez pedig elérhető nyomtatott formában, a Fehérvár című hetilap e-heti számában, valamint elektronikusan a város honlapján. A Fehérvár Televízió híradóját Szabó Miklós Bence tudósította.